Új vezetője van a Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központnak. Müller Ádám a Kaposvári Egyetem pedagógiai főiskolai karának művelődés szervező, múzeumpedagógusi szakán végzett. A Dombóvári helytörténeti gyűjteményben 2009-től először múzeumi referensként, majd 2014-től gyűjteményvezetőként dolgozott. Utána 2 évet töltöttem Sásdon a művelődési házban, mint programszervező, aztán 2020-tól újra helytörténeti gyűjtemény élén dolgoztam, és itt tavasszal lehetőség volt megpályázni az itteni integrált intézmény vezetői állást, és akkor én ezt megpályáztam. Eredetileg vasútüzemi technikusi végzettségem van, a vasúton csak egy rövid ideig helyezkedtem el, de fiatal korom óta érdekelt például a zene, tehát könnyű zenei zenekarokban is dolgoztam, majd amikor Budapesten laktam, akkor sikerült professzionális zenekarokba is bekerülni, tehát ez is tulajdonképpen mindenképpen a kultúrához kapcsolódik, és aztán viszonylag későn felnőtt koromban jutottam el addig a gondolatig, hogy egy diplomát érdemes lenne szerezni. Azt viszont már ugye művelődés szervező szakon szereztem, ahol a szakirányom a múzeumpedagógia volt, és tulajdonképpen ezeket nagyon megszerettem, és utána szerencsére lehetőségem volt ezen a területen elhelyezkedni. Az igazgató megismerkedett a művelődéshez köthető intézmények munkájával, és gyakorlatot szerzett a kulturális programok szervezésében. A munkatársaim egyrészt nagyon jó szakemberek, úgy gondolom, másrészt emberileg is nagyon jól ki lehet velük jönni. Nyilván itt én vagyok az új ember, tehát nekem kell a legtöbbet tanulnom, de hát hoztam azért ötleteket, azoknak egy részét mélyeket, és nyilván hosszú távon majd azokat is szeretném mindenképpen, hát egyrészt az eddigi tudásomat kamatoztatni, de mindenképpen úgy, hogy az eddigi jól működő példákat, akár legyenek ezek programok, különböző rendezvények, azokat mindenképpen megtartjuk, és hát úgy gondolom, hogy közös gondolkodás mentén születnek a legjobb ötletek. Itt, amikor leültünk az elején, akkor beszélgettünk a munkatársakkal is, tehát a nyitott ház mozgalom, ami a 70-es évek végén, 80-as években indult, annak mentén lenne érdemes elindulni. Persze nagyot változott a világ, de alapvetően a cél az lenne, hogy az embereket minél közelebb hozni az ő problémáikon keresztül, vagy az ő érdeklődési körükön keresztül, tehát hogy minél többen bejönnek. És itt nem csak a nagy programokra gondolok, mert hogy ugye természetesen szervezünk nagy koncerteket is, színházi előadásokat is, de elsősorban, ami most különösen a vírus után egy nehéz feladat, bevonzani az embereket, hogy a kis közösségek újra működhessenek. Akár saját szerveződésbe, akár hogy csak helyszínt adunk, vagy akár kezdeményezünk egy ilyen programot, tehát ez mindenképpen egy fontos feladat. Müller Ádám több programmal is készül az év hátralévő részében. Többek között augusztusban indul a Város Hete program. A nyár vége az egész sűrű lesz, lehet azt mondani. Egyébként a nyáron is bár csökkentett nyitvatartással dolgoztunk mindhárom intézményben, ez alatt értem a művöldési házat, a könyvtárat és a helytörténeti gyűjteményt, de azért voltak, a Bekecs Néptánc Együttesnek volt itt egy nagyon látványos produkciója. Minden héten pénteken a helytörténeti gyűjteménynél a Pannon Filharmonikusoknak van egy kamarakoncertje szabad téren a gyűjtemény előtt, szerencsére erre is nagyon jó az érdeklődés. A könyvtár is igen látogatott, plusz még játszótereken a gyermekkönyvtáros Nagynyújhelyi Mónika folyamatosan tart ilyen papírszínházas foglalkozást a gyerekeknek, tehát azokra is lehet menni. Nálunk itt az augusztus végén, amit a várossal közösen szervezünk, a 19-én lesz egy harangszentelés, ez a város szervezése, de mi is közreműködünk a Kertvárosi templomnál, ez mindenképpen egy nagy esemény. Aznap este lesz egy apostolkoncert ott a Szent László parkban, másnap egy szentmise, ami szokott lenni hagyományosan, és utána a kenyérszentelés, aztán a következő héten, tehát a augusztus 26-án, akkor nyitunk majd egy kiállítást, egy minifotókiállítást. Itt 27-én a műfáz előtt egy nagy koncert lesz a Kelemen Kabátban. Itt nem csak a fiatalokra, hanem az idősebb vagy a középkorosztályra is számítunk. Aztán 28-án pedig Makovecz Imre életművéből, annak egy részéből lesz itt egy vándor kiállításnak az első állomás, aminek nagyon örülünk, hogy mi adhatunk neki helyszínt. Szeptemberben pedig régészeti konferencia, illetve színház előadások is lesznek. 23-a körül lesz a Kultúrházak éjjel-nappal program sorozat, ehhez is csatlakozunk, itt minden évben szoktak lenni kiállítások, készülünk a diákoknak egy színházzal, illetve ez nagyjából egybeesik a kutatók éjszakája programmal, és azt a kettőt össze fogjuk kapcsolni. 25-én a várossal közös szervezésben lesz a Dőri Lecsó Fesztivál, ennek egy új helyszín lesz, ezt most még nem mondom el, egy új helyszínen is remélem, hogy sok civil fog hozzánk csatlakozni. És mivel hogy Rákóczi Jánosnak azon arra napra esik 25-ére a híres mesterszakásnak és mestercukrásznak a születésnapja, nyilván rá is fogunk emlékezni ezen az eseményen.
aztán indul majd a lélekfrissítő előadássorozatunk minden hónapban, és innentől kezdve szeptembertől a gyermekeknek is lesznek színházi programok, illetve ugyanúgy a felnőtteknek is minden hónapban. És aztán idősek világnapja, a zene világnapja, aztán a Székely hét, az elszármazottak találkozója, amiből már egy újabb sorozat indul szeptember elején, és aztán annak is lesznek folytatásai.